A mai nap a lézervetített billentyűzettel, egy lézervetített billentyűzettel fogunk foglalkozni. Most mi van? Tehát ez van a dobozon, ez a neve, nem tehetek róla. Köszönöm szépen a Gearbest-nek, hogy végre hozzájuthattam egy ilyenhez. Nagyon régóta szemezek egy ilyen cuccal, és engem mindig nagyon érdekeltek azok a ilyen ketyerék, amiket az ember úgy nem hiszel, hogy normálisan működik, amíg nem látja a saját szemével és nem próbálja ki. Na, ez egy ilyen volt, és tényleg működik. Na azért ne rohanjunk ennyire előre, nézzük azt a csomagolást. A doboza eléggé egyszerű, mégis jó pofa. A kupak leemelése után szembenézünk a billentyűzet, tudom, nem úgy néz ki, hogy egy billentyűzet, de tényleg ez, higgyétek ezt, tényleg az. Ezt kiszedve találkozunk a használati útmutatóval, alatta pedig a lapos profilú töltőkábel. Nagyon nice. Most pedig elérkezett a pillanat, amire mindeddig vártunk, amire erre a videóra kattintottál, ami... Bekapcsoljuk. Most fogjuk bekapcsolni. Menjön a bekapcsoló gombot, az asztalon megjelenik a fény. És voilà, ez a cucc működik. Mármint azért ez így elég vad lenne, mint kijelentés, mivel még csak bekapcsolt, tehát nem tudjuk, hogy működik-e. Villog rajta egy kék LED, ergo kapcsolhatunk hozzá Bluetooth-on. Billentyűzet, hogy a Bluetooth alapon kapcsolódik mindenhez, nincs ahhoz egy kis dongle, amit bedughatsz valamibe, tehát a jó öreg vezetéknéküli kapcsolatot használjuk. Tehát sajnos olyan gépekkel, amin nincsen alapból Bluetooth, nem használható, ha csak nem veszek egy Bluetooth dongot. És most... Elérkezett a jó, na, megnézzük, hogy működik-e, lehet-e rajta írni. És akármilyen meglepő, teljesen tökéletesen használható. Bár az ékezetes betűk eléggé elcseszett helyen vannak rajta, az E és az A betű, illetve azt mondom, hogy valahol egy Ü betűt is találunk rajta, hogy nem vagyok biztos benne, hogy hol. Az írásjelek hiányoznak egy-kettő, ha magyarul használjuk ugye a billentyűzetet, teljesen tökéletesen használható, hogyha angol kiasztással használjuk. És egyébként engem nagyon meglepett, hogy mennyire le tudja követni az minden mozdulatát az ujjaimnak. De! És itt jön a legnagyobb de, amit életetekben láttatok. Ha megnyomjátok ezt a kis genyó gombot, ezt így tesz a izét, touchpad lesz belőle. És no shit, ez a cucc, ez literál egy touchpaddé változik. Tehát majdnem falnak futottam, amikor először megtaláltam ezt a cuccot. Supportálja a két ujjas jobb klikket, a görgetést, én wow. A fényerőben látjuk, hogy mikor van melyik módban, ugye az egérnél elhalványul a vetítés. Egyébként ti is tudjátok állítani a fényerőt és a hangjelzést az FN és a nyílak segítségével. Ha nagyon kell, pittyeket, mint atomállat, amit én nem kultiválok. És mivel ugye Bluetooth, ezért működik iOS, Android, Windows, Mac és valószínűleg Linux, és illetve mindenféle operációs rendszerrel, amit támogatja a Bluetooth-os billentyűzeteket. Akkumulátor üzemidőről nem nagyon tudok nyilatkozni, ha tippelnem kéne, egy olyan hónapig bírhatja ki, még mielőtt tölteni kellene, de mivel nem használtam még addig, ezért nem tudom mondani, hogy ez így van. És akkor persze most jöhet az a nagyon jogos kijelentés, hogy de ez egy teljesen felesleges cucc, hiszen nem tudod használni göröngyös felületeken, nem lehet az öletben tartani, kell hozzá egy asztal, amúgy is hol használnád. De itt jön a csavar, ezt nem azért veszi meg az ember, mert ez a legpraktikusabb ilyen kis cucc. Tehát igen, van olyan billentyűzet, ami több helyzetben hatékony. Igen, van, amit ölben is használhatsz. Ez szerintem nem a legkényelmesebb és a legtöbb esetben felhasználható megoldás, ez inkább a legegyedibb és különlegesebb megoldás. Ezt kicsapod egy iPad-del a kávézóba, akkor tudja, hogy úgy fognak rád nézni, mintha valahonnan a távol jövőből jöttél volna, vagy a 80-as években, nem tudom, hogy kinek mi jut róla, inkább beszélve. Alapvetően én a Stick PC-hez akarnám használni, az egy rohadt jó megoldás szerintem, tehát ugye ott van előttem a kis dohányzóasztal, a tévé mögött meg a gép, és abrakadabra, az a kis cuccot, az bármikor ki tudom csak nyomni, és akkor egy ilyen kis, tehát nem egy hatalmas cucc, nem egy billentyűzet, amit valahova el kell rakni, ezt ki is hagyod az asztalon, és akkor mindenki csak ránéz, hogy tehát úgy milyen érdekes ez a mozgásérzékelő, bébiőr,
légillatosító, nem tudom mire hasonlít leginkább, ilyen termosztát. Szerintem brutálisan jó cucc, és komolyan mondom, tehát ez nem az a termék, amit úgy mindenkinek ajánlok, hogy vegye meg. Nem, ezt annak ajánlom, hogy vegye meg, aki vagy szemezett már vele régóta, mint például én, mert én rohadtul régen már láttam, hogy ilyen van, és mondom, hát nekem kell egy ilyen. Vagy az olyan emberek, akik szeretnének valamilyen ilyen egyedi cuccat a magukénak tudni, mert hogy ennél sokkal egyedi billentyűzetet nem nagyon tudok most hirtelen mutatni. Tehát amennyiben te is vennél egy ilyet, a linket nyilvánvalóan megtalálod a leírásban, csak úgy, mint a GearBest-ét. Köszönöm szépen nekik még egyszer a támogatást a videóhoz. Amiben tetszett ez a videó, nyomjatok rá egy lájkot, és ne felejtsétek el feliratkozni, hogy lenne maradjatok a jövőben várható tartalmakról. Köszönöm szépen a figyelmet, és következő videóban újra találkozunk, sziasztok! You have a new message.